kedves kollégák, ez a mégis egy olyan repetitív videósorzatunk, ezen a héten a Heroes 7-tel fogunk játszani, és hogyha valaha érdekelt titeket, hogy miért nem foglalkozunk stratégiai játékokkal a gameplay szintjén, ezért. Én nem tudom, hogy ezt hogy fogom nektek élvezetessé csinálni, de mindent meg fogok próbálni. Aki esetleg nem ismeri a sorozatot, a Heroes a körökre osztott stratégiai játékok etalonja, a három volt a legjobb, mindenki szerint, azóta próbálgattak kicsit újítani a formulán, így meg úgy meg amúgy, egyik se igazán működött, és most azt ígérték a készítők, hogy ez a hét, ez visszatér a háromhoz. És ez ellentmondásosan hangzik, pedig ez volt a cél. Van persze pár újítás, de nem igazán sok, a hőségen keresztül most már külön elemként tudjuk kezelni az ostromgépeinket, nekem ez a földelementál az ostromgépem, teljesen van értelme, bízzátok rám. És amúgy egy kicsit megint RPG-sebb lett minden, szépen részletesen tudjuk kezelni a hőseinknek a képességeit, a varázslati rendszerét és így magukat, a varázslatokat is. De úgy kb. Ennyi, nem sokkal több, biztos kihagytam egy pár új dolgot, de igazából ezek irrelevánsak. Ez a játék a Heroes 3. Hogy ez jó-e, azt ezen a héten eldöntjük. Na de hogy néz ki az a gameplay? Na hát kezdjük! Igen, be lehet őket rakni, na jó. Oké. Tudjátok, mit be... Igazából ennyi körökre osztott cselekvések vannak, a hősünk nyilvánvalóan most is be tud szállni a harcba, tud varázslatokat küldeni, meg fel is tudja pofozni a szörnyeket. De amúgy ugyanazok az egységek, ugyanazok a támadási stílusok vannak. Ilyen téren nem lettünk sokkal kreatívabbak. Meg lehet kerülni most már a gonoszt, és az különböző bónuszokat ad a támadáshoz. Itt láthatjuk, hogy itt most eléggé hiány vagyunk mindenfajta bónusznak, előről csak 65-ös minusszal tudunk hátulról, fél hátulról pedig 81-es minuszról. Jaj, de nagyon megbökötte itt valaki. Covered? E mögé bebújt? E? Hogy? Hogy búj be e mögé? Hát akkor inkább megpaskoljuk a fejét. A hősünkkel így van. Ül. Mondom, ül. Mondjuk ÖL! Ilyen magasztó és gyönyörű lényeket tényleg összárolni. Minek örülsz te? Itt mind veszítettük. Körülbelül ennyi van. Amúgy meg, amikor nem harcunk, felszedegetünk dolgokat, elfoglalunk bányákat, és próbáljuk feltérképezni a sötét területet. Ugyanaz, mint bármelyik Heroes játékban. Jó van, haver arcot felrakjuk egy hajóra, és szépen megvárjuk, míg az ellenség végig csinálja, amit akar. Ez az animáció! Szerintem tudtok volna többet is, de ezzel az ilyen nagyon darabos mozgással is megpróbáltak felidézni a régi Heroes játékok hangulatát, eredménnyel, sikerrel. Na! Nagyon érdekes, a Quick Combat nagyon furcsán működik ebben a játékban. Ugye le tudjuk játszatni ezeket a konfliktusokat a géppel magával, és sokan írták az interneten, hogy nagyon bugyuta a mesterséges intelligencia, mindig elveszíti nekünk ezeket az összetűzéseket. Én pont az ellenkezőjét tapasztaltam. Volt egy olyan felállásom még a játék elején, amikor csak közelharci egységeim voltak, és egy darab, de egy nagy darab ellenfél ellen mentem. Valami ilyesmi volt, igen, valamilyen fajta elementál, és ami miatt csak közelharci egységeim voltak, és a hősöm nyilván nem tudta egyedül lepofozni az elementált, nem volt olyan opció, nem volt olyan kimenetel, hogy ne veszítsek semmilyen lényt, mert még hogyha neki is ronyoltam a lehető legstratégikusabban és legeredményesebben, akkor is, hogyha megtámadod, ugye visszatámad a lény, és ezért elveszítesz pár arcot. Ezután négyszer visszatöltöttem, ezután a gép valahogy megcsinálta úgy, hogy senkit nem veszítettem el, ami a játék mechanikai alapon is lehetetlen. Úgyhogy ez egy új stratégiai forma, fel kell mérni, hogy mikor tudsz te jobban játszani, és mikor tudja a gép jobban kihozni az eredményeket a valószínűség számítás alapján. Na nézzük! Francba! Kérünk mindenkit. Az egységek ugyanolyanok, mint eddig. Közelharci, távolharci. Nagyon furcsák, de fejleszthetők. Hasonló van egy ilyen fantasy setting az előzőkhez képest. And these are the maelstroms. These are the maelstroms. Nagyon fura a voice acting ezekkel a mozdulatlan fejekkel. Oké. Okay.
Hát én most rohadtul nem tudom, hogy hol vagyok. Egy ilyen pálya akár órákba is telhet, attól függően, hogy milyen magas állítod a nehézségi szintet. De itt elklikkelgetünk, telnek múlnak a napok, gyűjtögetjük össze a szörnyeinket, és aztán visszatöltjük a előző mentésünket, mert nem sikerült megverni az ellenfelet. Hello! Hát itt irgalmatlan buli van. Tudjátok, mint jó van, megpróbáljuk azért ezt az ostromot. Nyilván semmi esélyünk nincsen, de megpróbáljunk kicsit felkészülni, minél eltelik a hét, és akkor tudunk új egységeket venni. Csak addig még a Strange Beastman még csinál valamit. Csináljad már, számítógépből vagy! Hát dobunk egy kicsit. Oké! Okay. Gyerünk! Még egy nap. Strange Beastnek ezek nagyon-nagyon csinálgatnak itt valamit. És akkor jöjjön az ostrom, nézzük meg! Start combat! El lehet helyezni ugye az arcukat. Azt mondja, hogy oda próbálunk betölni, rendben, akkor te gyere ide. Jó! Nyomjuk! Jaj ne, hárpia, az mindig a legrosszabb, az kétszerű. És ott a Mari néni ott a sarokban megdobálja a falat, és elkezd leomlani. Nézzük meg, hogy le tudjuk előni a francba. 0-5? Hát jóló! 3! Tökéletes! Bevédjük egy kicsit a kisasszonyt. Lehet, hogy van egy esélyünk? Lehet, hogy van egy esélyünk? Azt mondja, hogy happy. Covered! Megint jön Mari néni. Paf! Semmit nem ért, remek. Hova? Mit? Jaj, ne. Csap vissza, erről van szó. Erről van szó, lesz itt még győzelem. Az izgalom a tetőfokára hág, lehet, hogy meg kéne buksizni valakit, vagy Frostbolttal. Lőjük le Frostbolttal. Ez az! Nagyon jó. Na, őt berakjuk a gyilkos merénylőnek, az az egy darab driád. Annak reméljük, hogy ez az utolsó napja a nyugdíj előtt. Gyerünk már is, dob már le valahogy, könyörgöm, dob le. Yeah, oké, okay, oké, okay, jobban vagyunk. Téged hátba szúrunk a francba. Marisa, Marisa, mi ketten ledobjuk az arcotokat. Gyerünk, Maris! Úgy célhoz az emberekre, létszi! Jaj, minek örültök ennyire, ha? Így néz ki tehát a játék, de a sztoriról még nem tettem említést. A történet felépítése egyébként kifejezetten érdekes. Iván éppen le akar lécelni a birodalomból, mert túl sok az ellenfél. De azért még egyszer utoljára összehívja a tanácsosait. Mindegyik tanácsos mesél neki egy történetet, amit a saját földjéről hozott, és ezek a történetek maguk a játszható kampányrészek. Ő a Sith nagyúr, ő a fa, ő az ork, ő képviseljük a különböző választható kasztokat a játékban. Neki szárnyai vannak, úgyhogy rámegyünk. És azért megyünk rá, mert nézzétek meg ezt! Elkezdik mesélni, hogy mi történik, felvezetik a kampányt, hogy hogyan fog ez kinézni, vagy mi az alapja, mi a történetnek a kezdete, de nincs animálva. Így ülnek és így nézik egymást. Megragadhatatlanul olcsó megoldás, nem értem, hogy mi. És persze azért emelem ki ezeket a furcsaságokat, mert úgy általában nincs olyan, mint bemutatni gameplay szintjén. A Heroes 7 olyan ügyesen rekreálta a Heroes 3-at, hogy a Heroes 3 lett. Ugyanaz történik, nagyon-nagyon kevés az érezhető különbség a játékmechanikai alapokban. Ugyanúgy sétálgatunk, ugyanúgy gyűjtögetünk, ugyanúgy küzdögetünk. A lények már nem rohangásznak maguktól, a hősünket már nem lehet lecsapni csata közben, de csomó téren visszafejlesztették a formulát, hogy megmaradjon az alapoknál, és ennél alapabb alap már nem is lehetett volna. Úgyhogy ez van, és így néz ki, igazából a véleményemet majd megkapjátok a kritikában, addig még nagyon sokat fogok játszani vele, megnézem azokat a bugokat állítólag, ami miatt nyavajognak az emberek Steamen. Addig is pedig kaphatatok egy képet arról, hogy mennyire nem változott a Heroes világának a játékélménye.